Üdvözlök mindenkit, én Vasabi 202 vagyok, és egy utólag is szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt kívánni. Mindenképp szerettem volna valami karácsonyi különkiadást, vagy legalább valami gyors kis bejelentő videót, melyben mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Azonban ezek a dolgok sajnos sehogy nem akartak összejönni. Kezdjük ott, hogy először is egy kalandnapot szerettem volna végigvinni, ez volt az első ötlet. Azonban karácsony napján, reggel vagy előző nap este, nem tudom már pontosan, néztem meg komolyabban ezt a mapot, és akkor jöttem rá, hogy sajnos ez nem valami jó adventure map, össze van csapva az egész, ezért végigjátszásra nem alkalmas. Utána még próbálkoztam egy-két dologgal, de sajnos már nagyon időszűkében voltam, próbálkoztam mindenféle tűzi játékokkal például, azonban mindig volt valami gond, volt például, amikor teljesen érthetetlen módon belaggoltam nagyon-nagyon-nagyon ott, ahol egyik nem szoktam. Tehát például egy sík mapon, ott mit tölt? Rengeteg FPS-en van ott, de mégis ilyen 100-120-200 FPS-ről leakad. Úgyhogy ilyenek is közbe jöttek, aztán volt, mikor a Fraps-nek nem volt kedve igazából felvenni, amit csinálok. Ezért legvégén tulajdonképpen csak egy gyors kis videó mellett döntöttem, melyben egy karácsonyfa mellett áldogálok, és a lemenő napot nézem, és mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Ezt fel is vettem, gyorsan lerendereltem, feltöltöttem YouTube-ra, azonban érthetetlen módon nagyon ocsmány volt a képminőség. Mindent ugyanúgy vettem a Fresben, amióta megvan. Nem állítottam át semmit, mindig így vettem. Azonban akárha a YouTube-on HD-re állítottam a videó minőséget, egyszerűen ocsmány volt. Nagyon-nagyon észrevetlen volt, rögtön le is töröltem. És mivel már nem volt idő, ezért nem csináltam karácsonyi különkiadást. Remélem mindenki megkapta, amit szeretett volna, és gondolom egy csomó olyan cuccot, amit annyira nem. Én többek között kaptam egy gamer-egeret és egy új headsetet. Úgyhogy tulajdonképpen semmi nem áll az utamba, hogy folytassam a gameplay és tutorial meg egyéb témájú videósorozataimat. Gondolkodtam rajta, hogy kéne valami csatorna, mármint a csatornámra valami szerver jellegű téma. Nem szerver reklámra, meg ilyesmikre bemutatókra gondoltam, hanem valami egyébre. Azonban gondolkodtam, hogy milyen szerver lehet erre megfelelő. És ha még meg is találok egy jó szervert, akkor mit csinálok ott rajta? Hát most éljek túl csak úgy simán, az lehet máshol is. Ne ezt csináljam, hát akkor mit? Tulajdonképpen nagy nehezen megtaláltam a megfelelő szervert. Ezen a szerveren már régebben is játszottam, azonban most újra ráakadtam, és hát rájöttem, ez nekem jó, ez most itt jó lehet videózni. A szerver neve Mindzy, egy Warzy nevű játékot szeretne utánozni, amit azért a Minecraft keretein belül sikerül is neki. Annyi a lényeg, hogy tulajdonképpen bespawnolunk egy világba, multiplayer természetesen, tehát sokan vagyunk, és a zombi hordákkal tűzelt vidékeken kell túlélni, ládákat keresgélni, kifosztani a ládákat, és megküzdeni minden egyes falatért. A zombik fel vannak erősítve, annyira, hogy gyorsabbak nálunk, és sokkal nagyobbat ütnek, mint az alap zombik. Egy zombival még el lehet bánni, kettő már húzós, hát három az már legyőz, de természetesen ez függ attól is, hogy milyen cuccaid vannak. Emellett még rengeteg újdonság van benne, amit nem fogok most elmondani, hanem maximum játék közben, hogyha sor kerül rá. De lépjünk is be. Mikor először belépünk, egy könyvet kapunk a kezünkbe, amin régen, mikor játszottam, ilyen kis tutoriálok, tippek, trükkök voltak, azonban most nem tudom, direkt vagy valami hiba, de sajnos üres. Mindegy. Itt a spawnon mindenféle kis tárgyról, meg ilyesmikről meg elmondja, hogy mit lehet tudni, mi a fontos róla. Én ezt nem olvasom, meg nem nézegettem most meg, mert úgyis el fogom mondani játék közben. A játék kezdéséhez azt kell beírnunk, hogy per minez spawn. Ilyenkor bekerülünk a világba valami véletlenszerű helyre, és a kezdő kis szettünkkel, meg hát ez is a kezdő szett része, a ruha, bekerülünk ugye ide a világba. Elmondom, mi mire való.
Láthatjátok, most elvileg én 19-es szintű vagyok. Nos, ezen a szerveren az XP szint nem azt jelzi, hogy hányas szinten állok, hanem hogy mennyire vagyok szomjas. 20 a max, és minél nagyobb a szám, annál kevésbé vagyok szomjas. Tehát ha én most itt elleszek egy ideig itt, akkor az a szám szépen csökkenni fog, és ha lemegy nullára, akkor bizony szomjan halhatok. Van nálam egy palackvíz. A palackvízzel ugye hát meg tudom inni, és így a szomjúságomat vissza tudom állítani, azonban 20-ról itt a sivatagba gondolom, azért mert sivatag, nagyon hamar visszacsökken 19-re. A palackokat vissza lehet tölteni, ugye? A fakartot nem hiszem, hogy részleteznem kell. Ennyi. A papír az a sebeink ellátására alkalmas. Be lehet kötözni a vérző sebeinket, hogyha egy zombi így belénk harap, meg ilyesmi. Az enderszem pedig arra való, hogy ezzel kell kilépni. Ha csak fogjuk és disconnect-tel kilépünk, akkor azon a helyen, ahol látunk kilépéskor, lerak egy NPC-t, aki csak ott áll. Azt közben a zombik és a játékosok megtámadhatják és simán megölhetik. Mert az NPC az nem fog semmit csinálni, védekezni vagy ilyesmi. Ha szabályosan szeretnénk kilépni, akkor a kezünkbe kell lennie az enderszemnek, és jobb klikkelnünk kell, akkor rövidesen kijelentkezik. Emellett, hogyha nincs kezünkbe az enderszem, és írunk a chatbe, akkor azt a közelünkben lévők látják, ha pedig a kezünkben van, akkor mindenkinek elküldjük az üzenetet az egész szerveren. Most, ahogy nézem, az éjszaka közeledik, úgyhogy el is kéne indulni. Ott van már is egy játékos. Tudni kell azt, hogy vannak banditák is, meg bandita hajlamú játékosok, meg vannak, akik segítenek rajtunk. Onnan lehet tudni nagyjából, hogy ki milyen, hogyha meglátjuk egymást, akkor védeni kell a karddal, ezzel jelezve, hogy nem vagy támadó. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor szinte biztos, hogy bandita. Ha meg megteszi, akkor hát akkor szinte biztos, hogy barátságos, de azért ne adjunk neki 100%-os bizalmat. Elindulok errefelé az úton, mert az utakat érdemes leginkább követni, mert az utakkal kiukadhatunk különféle városokba, ahol ládákat találhatunk. Például itt egy ilyen romos épület, hát itt nincs semmi. Itt is van egy épület, ő most oda tart, azt kifosztja, de eltűnt, lehet, hogy csak volt egy kis lag. Nos, mindegy, kedves barátunk ott el van, gondolom. Én tovább haladok az úton, ne zavarjuk egymás dolgát, meg azt úgyis ő kifosztja. Itt is van valami, hát ha itt már lesz valami. Mint láthatjátok, már 3,5 húsim lement. Ételt nagyon nehéz találni, na ott egy játékos. Ételt nagyon nehéz találni, és ha jól emlékszem, úgy volt, hogyha bármit megeszünk, akkor, ott van valami, akkor az csak fél húsnyi HP-t, de hogy is HP-t, éjséget visz föl, de ez nem biztos. Ez most közeledik. Oké, mutatja a jelet, én is mutatom. Oké. Itt most van egy kis vízforrás, érdemes ilyenkor inni, hogy fel legyünk, hát majd, hogy ne legyünk szomjasak, és utána itt újra is tölthetjük a palackot. Nézi ott a táblákat, hogy hova kell menni, reméljük nem támad hátba minket, de nem mutatja is a jelet, úgy tűnik barátságos. Ide nézek, benézek ebbe az épületbe, mert ez elég nagy ahhoz, hogy szinte biztos legyen benne láda. Nem, itt van bent valaki, hát akkor az valószínűleg kifosztotta. Hogyha valaki kifoszt egy ládát, az eltűnik. És csak akkor terem újra, amikor már újra lesz benne cucc. Oké. Ott is van valami rom, de ott nem hiszem, hogy lesz bármi. Amit tudni kell még a szerverről, hogy a szerver eredet is, tehát csak azok tudnak felcsatlakozni és játszani rajta, illetve rá, akik megvásárolták a Minecraftot. Ez van. Ez itt a spawn közelében, mármint az egyik spawn pont közelében, ahol én spawnoltam most.
elég népszerű hely, úgyhogy itt sok, mindegyik épületben vannak páran. Na, itt egy zombi, egyelőre nem vett észre, nem is szeretném. Itt egy láda. Egy dinnye. Ez is jobb, mint a semmi. Úristen, már is két zombi. Mint láthatjátok, a zombik nagyon-nagyon gyorsan mozognak. Azonban kettővel még esetleg el lehet bánni. Oké, sikerült. Ezt a dinnyét most megeszem. Itt vannak ketten is. Inkább hagyom őket. Itt is egy láda. Ó. Ajaj, ajaj, ne, 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 ne. Ezek meg akarnak ölni? Inkább elfutok innen. Hú, három szívnyi életem maradt. Lenne még egy búzám, tudnák kraftolni. Mármint, jó van, nyelvtan egyes. Tudnék kraftolni egy kenyeret. Azonban, mivel csak kettőnk van, ezért hát logikusan nem. Úgy tűnik, itt töltődik úgy is a HP, hogyha nincs teljesen betöltve, de nem valami gyorsan és effektíven. Ott egy teljes vasszettes játékos pár, akik sajnos nagyon-nagyon úgy tűnnek, mintha kiszemeltek volna engem. Arra is van valaki. Úristen! Jó, nézzük, mutatja a jelet. Aki mutatja. Itt megpróbálok átsietni úgy, hogy senki ne rohanjon le. Ja, és még egy fontos dolog a szerverről, mármint nem fontos, csak észrevétel. Minden egyes híd le van szakadva. Én még egy épp hidat nem találtam itt. Nem tudom, miért jó ez, aki, hogy romos, de azért mind. Itt van valami nagy falu, ez már nem is épület, falu, amin megpróbálunk bejutni. Gondolom, hogy sokan lesznek, mert hát ugye nagy, de azért itt bemegyünk. Mindenféle rejtett helyeken is szoktak lenni ládák. Én ezt most tök véletlen találtam. Pont mikor mondtam, hogy rejtett helyek is vannak. Valami nagy. Úristen, ott van valaki. Akkor inkább vissza. Nem packázunk ezekkel az emberekkel. Nagyon-nagyon dühösnek néz ki. Kiúszunk és gyorsan továbbállunk, mielőtt kedve támad meggyilkolni minket. Oké, úgy látszik nem akar bántani minket. Egyébként nem tudom, milyen hosszú lesz ez a sorozat. Az is lehet bőven, hogy itt az első részben elhalálozom, mert valaki nagyon csúnyán letámad, vagy épp ez a zombi itt megöl. Úristen, fél há... Oké, hát akkor ez volt az első ilyen, nem is évad, mert hát az évadok hosszabbak és több részből állnak. Úgymond szakasz. Hát, nos, mindegy.